Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 19-ig. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Az első kártya az mindig nagyon fontos, tehát te állsz most a középpontban. De ahogy a kép mutatja, te eltekintesz mindentől. Az azt jelenti, hogy jelenleg minden olyan sok, nem akarsz látni semmit vagy hallani, legszívesebben elrohannál. Viszont ennek ellenére megnézzük a képeket, hiszen látni szeretnénk, hogy hat ez rád. Itt van mögötted ez a torony. Ez utalhat hivatalos dolgokra, de ez hamarosan befejeződik, mert itt van a koporsó, és ez lezárja ezeket az ügyeket. Ez lehet egy bírósági ügy is, vagy ez befejeződik, de mivel a koporsó utalhat halálesetre, örökösödési ügyre is, az valakiknél lehet ez a téma, de ez túl sok neked, és eltekintesz ettől. Azon kívül egy örökösödési ügynél itt vannak a hamisságok, a hazugságok, és ez a könyv azt jelenti, ez minden olyan titokzatos. De hamarosan ez is le lesz zárva, ebben segítenek az egerek, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak mindent, és akkor az nincs ott. Ha arról van szó, hogy jelenleg nem történik semmi az életedben, mert minden olyan nyugalmas, ezt is eltávolítják az egerek, és hamarosan lesz mozgás. Amit ez a torony és a könyv jelenthet, ezek a továbbképzések, egy iskola. De ez nem a megfelelő időpont, itt most egy szerződést aláírni, amire ez a gyűrű utal, mert ez nem lenne egy jó döntés. Halaszd el ezt későbbre. Ami a baráti kört illeti, erre utal itt ez a kutya, és ez szerencsét hoz. Itt megvan a nap ereje, tehát a kisugárzás, a vonzalom, és az igazság is. Valami kiderül. És ez egy kellemes meglepetés, erre utal ez a virágcsokor. Holott ez a virágcsokor lehet egy ajándék, vagy egy meghívás is. Itt a virágcsokor alatt ott látható a szív, tehát szerelemről van szó. Akkor is, ha most a lelki társad, a férfi itt nem jelenik meg a képen, mert a háttérben van, mégis lesz itt mozgás, beszélgetések, itt szerelemről van szó, ami szerencsét hoz, megvan a kisugárzás, a vonzalom, egy ajándék, és pontosan ez változik most a következő napokban. Amit még fontos, hogy megemlítsek, az az egészségügyi téma. Erre utal a kígyó és a fa is. Itt is lesz változás, meg lesz újra az életerő, a mozgás, a beszélgetések, a megújulások. És amit ez a kártya jelent, itt fontos döntések lesznek. Szerintem nem nálad, hanem a férfiak hoznak döntéseket, tehát a te lelki társad, hiszen itt szerelemről van szó, itt lesz mozgás, előre megy minden, lesznek beszélgetések és változások. Ő úgy érzi, hogy nálad le tud gyökerezni, és szeretne egy tartós párkapcsolatot. Ezek most itt a megújulások, a változások. Ahol még szerencséd van, ezek az anyagiak, hiszen a halak pénzügyi dolgokat is jelentenek, itt is lesz változás,
és egy nyeremény várható. A halak jelentenek még valamit, a belső értékeket. Te értékes vagy számára. Azon kívül utal egy lelki kapcsolatra, és ez kihat a szerelmi élet területére, hiszen itt van a szív és a szerencse is. Ahol még a szerencse megjelenik, az a hűség. Erre utal a kutya. Visszatérve még erre a toronyra, hiszen ez lehet egy bírósági ügy, itt vannak hamisságok a háttérben, valaki eltitkol előled valamit, ha ebben a helyzetben vagy. Az egerek eltávolítják ezt a toronyt, de nem csak az egerek segítenek, hanem ez a sarló elvágja a hamisságokat, és itt látható ez a nagy medve. Ez lehet egy bíró, aki segít neked, és itt megvan köztetek a kapcsolat. Ez a torony jelenthet félelmeket is, amikor fogva érzed magad. Vannak félelmek, bizonytalanságok, de ez véget ér, hiszen ez a koporsó ezt lezárja. Az egerek segítenek abban, hogy kilépj ebből a labirintusból, ebből a toronyból, és ez a kígyó jelenti akkor ezeket a megújulásokat. Megvan újra az élet erőd, ezt jelentheti ez a medve. És itt lesz egy gyógyító hatás, mert ez a fa utal ezekre a témákra is. Nem csak a fa, hanem a kígyó is. Az is lehet, hogy választások előtt állsz, és ezen a területen szeretnél dolgozni. Itt gyógyító erőről, gyógyító hatásról van szó, és itt megvan ez az erőd, hogy ezen a területen szeretnél dolgozni, hiszen itt megvan a gyógyító erő, és ez a medve utalhat a főnökre, vagy főnöknőre is, de azt is jelentheti, hogy nálad megvan ez a tudás, ez a tehetség, amit be tudsz fektetni, és erőt adsz másoknak, és itt lesz egy fontos döntés. Ezáltal javul az anyagi helyzeted. Amit ez a koporsó és a kutya jelenthet, ez egy régi barátság, és itt valaki visszatér hozzád. Itt lesz mozgás, és utána lesznek itt fontos döntések. Előfordulhat az is, hogy ez által, a barátság által lesz itt egy munkahelyi változás, és segít ennél a munkahelyi változásnál, vagy együtt fogtok dolgozni. És én kívánok neked egy szép heted, nagyon sok szeretettel, Dendera!